Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a 6. lelki gyakorlatos témánknak az első részében. Isten szellemi teremtményeiről, az angyalokról és az emberekről lesz szó, és fogunk arról beszélni majd, hogy miért nem kaptak az angyalok megváltót. Ez az utóbbi kérdés nem könnyű kérdés, tehát itt most ezeken a beszélgetéseinken nem könnyű kérdésekre próbáljuk meg röviden megkeresni az ésszerű magyarázatokat, az ésszerű válaszokat. És ezért így az adás folyamán is én próbálok így kérdéseket föltenni, és ezekre a kérdésekre megadni röviden a válaszokat. Ugye az embernek az eredete az a Szentírásban benne van, amely szemléletesen írja le az ember eredetét. Ugye Isten közvetlenül leheli bele az emberbe az élet lehelletét. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, amely az értelem és a szabad akaratnak a tulajdonsága az emberben. Az embernek van értelme és szabad akarata, és az angyaloknak is van értelmük és szabad akaratuk. Az állatnak, annak is van analóg értelemben valamilyen lelke, de az állatnak nem szellemi a lelke, és éppen azért az állati lélek az nem halhatatlan. Viszont az emberi lélek pontosan ezért, mert szellemi lélek, mert az Isten értelmét és szabad akaratát kapta magától az Istentől, ezért a lélek nem esik szét, tehát halhatatlan. Az anyagi dolog, a test szétesik, ugye például ugye a hamvaszkodásoknál, hamvazásoknál, nagybőjtben, hamvazószerván is halljuk, hogy ember emlékez, hogy porból vagy és porrá leszel. Természetesen csak a tested. Érdekes, ugye az ember az mind az angyalvilággal, mind az állatvilággal rokonságban van. Hogyan? Hát az angyalvilággal ugye a szellemi lelke révén, mert az angyaloknak nincs testük, és az állatvilággal pedig a teste révén, mert az embernek van teste. Az állatnak viszont nincs szellemi lelke, nincsen halhatatlan lelke, éppen ezért nincs értelme sem, meg szabad akarata sem. Persze nyilvánvalóan az állatnak vannak örökölt tulajdonságai a faji öröklődés során, és ezeket ösztönöknek nevezzük, és sokszor az állatoknak az ösztönei pontosabbak, mint mondjuk az embernek a megérzései, vagy a tudata, például ugye a költöző madarak visszatalálnak messzi Afrikából, vagy oda találnak, úgyis tudjuk azt, hogy amikor az ember pedig közlekedik, mondjuk repülőgéppel, hogy milyen hatalmas odafigyelés és erőfeszítés, műszaki szellemi bázis szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép célba érjen. Tehát ilyen értelemben ugye az állatok azok, valaki így mondta, hogy tudnak az állatok, de az állatok nem tudják, hogy tudnak, az ember is tud, de az ember viszont tudja, hogy tud. És az emberi léleknek ugye igazság megismerő képessége van. Ez az állatra ismételten nem jellemző, tehát más lelke van az embernek, mint az állatoknak a lelke. Ugye nagyon érdekes, hogy a latinban, és ez nem pejoratív kifejezés, ugye az embert úgy is nevezik, hogy animal rationale, ugye a latin ragozásnál szokták ezt példa szópárként fölhozni, tehát eszes állat. Ugye az állatot azt régebben nem rossz értelemben használták, és tulajdonképpen ezt
Ilyen értelemben szabad is így mondani, mert ugye az állatokkal a fizikális testünkbe vagyunk rokonok, és az angyal világgal pedig a halhatatlan lelkünkbe. A lélektan pszichológia is megállapította, hogy a szellemi léleknek, tehát az emberi léleknek vannak az anyaggal ellentétben álló tevékenységek, tehát például egy logikai ítélet. Egy logikai ítélet az anyag nem tud logikai ítéletet hozni, vagy egy állat nem tud logikai ítéletet hozni, és ezek is például, meg hát nagyon sok minden szellemi jelleget mutat. Vagy például, ugye az állatoknál évezredek óta bizonyos dolgok változatlanok. Például egy fészekrakás, fészekrakási ösztön. De már egy erősebb széltől nem biztos, hogy meg tudja az állat úgy védeni a fiókáit. Természetesen azért itt is tapasztalható bizonyos esetekben fejlődés, de ugye az állat az nem fejleszt. Az állatnak nincs történelme. Ugye? Hát ezek a nagy különbségek. Az embernek van történelme, ugye az úgynevezett írásos vagy a följegyzéses kortól számítjuk az embernek a történelmét, de hát az ember az előtt is élt, az úgynevezett történelem előtti kor. De egyedül történelme egyedül az embernek van. Na most, az ember, ugye ahogy beszéltünk róla, már többször is itt az előadások folyamán megváltásra szorult, mert ő engedetlen volt az első emberpár az Istennel szemben, és ez átszállt a világ végezetéig minden emberre, kivéve Szűz Máriára. Mert Isten őt előzetesen már részesítette a megváltásnak a kegyelmében, és megóvta az áteredő bűntől, ugye ez hittétel. Miben áll az ember megváltása, meg a megváltás? Abban áll, hogy Jézus Krisztus, mint az emberiség természetszerű közvetítője és feje, érdemszerző tevékenységével, főként kereszt halálával Istennek eleget tett az emberiség bűnadósságáért. És tulajdonképpen Jézus érdemelte ki számunkra a örök boldog Isten közösséget, illetve ennek az Isten közösségnek már itt a földön való helyre állítását, és a keresztség révén módja van az embernek újra Isten fogadott fiává lenni. Ugye Istennek a gyermeke minden ember, és a megkeresztelt ember, mondhatjuk így, Istennek a kedves gyermeke. Természetesen ez is egy emberi szóhasználat, hogy érzékeltessük így is a különbséget. A megváltás viszont az angyalokra nem vonatkozik. És ez egy első hallás, egy különös kérdés, és egy különös probléma. Ugye ne felejtsük el azt, hogy az eredeti ősbűn nélküli állapot, tehát akár az angyaloknál, amikor ugye még ember nem volt, vagy akár az embereknél, ez nem volt egyenlő az örök üdvösségnek a boldogságával. Tehát ez nem a mennyország volt, mivel akkor színről színre kellett volna látniuk az Istent. És ez még nem történt meg ugye a bibliai édenkerti leírási történetben, és akkor viszont már vétkezni se tudtak volna, mert ugye aki színről színre látja az Isten, ott nem csak az érdemszerzés fejeződik be már a halál után, hanem a vétkezésnek a lehetősége is. És ez áll az angyalokra is, tehát még mielőtt nem buktak el az angyalok, akik most az elkárhozott angyalok, nem a mennyországba voltak, hiszen onnan már nem lehet kibukni. Na most Isten az embert, ugye a teremtő kegyelmével a maga képére és hasonlatosságára teremtette, és az ember felelős a tetteiért. Viszont Isten az embert az eredeti szentségben való véglegesítés előtt
próbára tette. Próbára tette, és az első emberpár a próbát nem állta ki, bűne az engedetlenség volt. Ugye a Szentírás ezt egy képpel érzékelteti, hogy tiltott fa gyümölcséről evett. És ez a bűn a következményeivel együtt átszállt az összes emberre. Tehát ugye a halálnak ez a módja, ahogyan az ember elhalálozik, vagy amit említ a Szentírás is, hogy az anya fájdalommal szüli majd a gyerekét, a munka az nehéz, verejtékes tevékenység lesz, persze érdemszerző is lesz ugyanúgy, és ugye Isten már akkor megígérte a megváltót, és ez átcsapott az egész természetre is. Ugye ezt sokan talán kétségbe vonják, vagy azt mondják, hogy hát hogy tudom én azt bizonyítani, vagy hogy tudjuk mi ezt igazolni, hogy most azért van ez a sok rossz a világban, meg ez a sok tökéletlenség természetes vonalon is, az áteredő bűnnek ez hogy lehet a következménye? Hát úgy, hogy tulajdonképpen az emberen keresztül ilyen értelemben az ember uralma alá rendelt anyagi világ is megromlott. Megromlott, és ez ennek a következménye. Ugye az ember, amikor alkot valamit, ugye szokták mondani, hogy hát sok selejtet is gyártunk, vagy sok olyan alkotásunk van, ami melléktermék, ugye Isten a világot melléktermékmentesen teremtette. Na most, ez ugye átcsapott az egész természetre, és végeredményben a világban létező minden rossz eredete ebben gyökeredzik. És hát ugye akkor megígérésre került a megváltó, ó szerencsés bűn, amelyik ekkora megváltót kívánt, énekeljük a húsvéti öröm énekbe, és hát Isten ugye, mi így mondjuk, hogy előre látta az ember sorsát, de hát ugye Isten mindent egyszerre lát, és időtől függetlenül lát, megígérte a megváltót, a megváltó kegyelmet, és éppen ezért ugye a megváltó kegyelem az ugye értékileg erőbbre való a bűnbeesésnél, de hát persze nem logikailag, mert mi ugye mindent időben követtünk, és mi időben lépünk előre, és az életünk időben zajlik. Az ember szellemi teremtmény, de Istennek vannak más szellemi teremtményei is, és ezek az angyalok. És az angyaloknak az értelme az emberi értelemnél sokkal kiválóbb, de nem azért, mert az Isten rosszat teremtett, hanem a teremtésnek egy más szintje az angyali értelem és az emberi értelem. Az angyalok bűne a kevésség volt, és ők nem kaptak megváltót. Következőket kell ehhez meggondolnunk, hogy miért nem. Az angyali tudás módjára teológiai következtetések állnak csak rendelkezésre, nagyon kevés van a Szentírásban és a Szent Hagyományban az angyalokról. De teológiai következtetéssel tudunk észszerű magyarázatot találni. Az angyali tudásnak közvetlen, sajátos tárgyai a teremtett lényegek a maguk sajátos mi voltában. Az angyal tisztán szellemi lény szemben az emberrel, akinek teste is van. És ezáltal az ember érzékelő lény is. Tehát érzékel, érzéki lény. Az angyal viszont azt a tudást, amit az ember az élete folyamán fokozatosan szerez meg kisgyermek korától, ugye jó pap holtig tanul, tehát az angyal a tudását hozományul kapja, készen kapja az Istentől, amit az ember nem így kap meg. Ugye az angyalnak a tudása, úgy hívjuk a teológiai nyelvbe, hogy
belé öntött tudás, scientia infusa, tehát azt az Isten készen adja neki, ez egy nagyobb tudás, és egy nagyobb felelősség is. És éppen ezért a természet rendjében az angyal nem tévedhet. Amiről van készen kapott, úgynevezett vele született tudása, azt helyesen ismeri meg, és amiről nincs, arról pedig nem alkot ítéletet. És éppen ezért az angyaloknak az értelme áthatóbb az ember értelménél, tisztábban látják a célokat, és leginkább a végső célt, és a végső célhoz vezető eszközöket is. A végső célhoz vezető eszközök alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Mi több esetben ezt nem látjuk. Azt hiszük, hogy jól cselekszünk, és aztán esetleg a végén kiderül, hogy lett volna annál egy sokkal jobb út is, még annak ellenére is esetleg, hogy azt a cselekvésünket sokszoros megfontolásnak a tárgyává tettük. És az angyalokat a test és az anyagvilág kísértése nem akadályozta és nem akadályozza a törekvéseikben. És éppen ezért az angyalok akarata az emberi akaratnál sokkal nagyobb erővel, álhatatossággal és következetességgel irányul a jóra, és különösen a végcélra, tehát az üdvösségre, és így sokkal kevésbé hozzáférhető a változás számára, nevezetesen a bűn számára. És éppen ezért a Szentírás a megváltást mindig csak az emberekre korlátozta, és korlátozza. Ugye az evangéliumok, meg az újszövetségi Szentírás. Tehát onnan is látjuk. Na most honnan eredhet vajon az angyaloknak az a magatartása, hogy az embereket nem szeretik? Ugye a főangyal Lucifer, aki fényhordozó volt még korai korában, szerette volna, hogy ő legyen olyan, mint az Isten, és ezért bukása után Ádámot és Évát is erre kísértette, olyanok lesztek, mint az Isten. Bukott angyalok bűne, tehát a kevésség volt, hogy föllázadtak az Isten ellen, ők akartak, mint egy Istenné lenni. És az angyal azt akarta, hogy az ő természetét, és ne az emberi természetet vegye fel az Isten, amikor is Jézus Krisztusban megtestesül. Ugye Jézusnak isteni és emberi természete van, de ő a második isteni személy. Tehát az isteni személy és a természet az részben különböző dolog. És innen eredhet a bukott angyaloknak a gyűlölete az ember iránt is. Másrészt, ugye az angyalnak, mivel beleöntött tudása van, ahogy az előbb beszéltünk róla, egyszerre lát mindent. És éppen ezért már nem tud korrigálni. Ugye mi nem egyszerre látunk mindent, mi látunk valamit, teszünk valamit, utána látjuk a tetteink következményeit, akkor megint teszünk valamit, fontolgatunk, ugye van szabad akaratunk, ez is egy bizonyíték a szabad akaratunkra, hogy fontolgatunk, még megváltoztathatjuk jó vagy rossz irányba, az angyal ezt nem tudja megtenni, mert ő előtte tulajdonképpen ott van, ahogy mondani szokták, feketén-fehéren, tisztán a jó és a rossznak az ismerete. És a megváltásban az angyalok ezért nem részesültek, és a megváltásnak a köre és a hatékonysági köre az az Istennek az elhatározásán múlik. És Isten így rendelkezett erről. Majd az elmélkedésünk következő részében erről még egy kicsit
beszélünk, és utána pedig majd a második téma részben Mindszenty József bíborosnak a pünkösdi elmélkedéseiből fogunk részeket venni, ami nagyon jól gyakorlati szempontokból is megvilágítja ezt a kérdést.